A 2024-es esztendő jelentős változást hoz az öttusa és az öttusázók világában. Az olimpia után a lovaglás helyett az akadályverseny kerül be az összetett sporták programjába. Erre készülve a Magyar Öttusa Szövetség támogatásával az Alba Volán SC és a Volán Fehérvár öttusa szakosztály kialakított a Börgöndi úti sportkomplexumában egy akadálypályát, így a fehérvári versenyzők már hazai terepen is készülhetnek az új kihívásokra. Mészáros Attila alpolgármester kiemelte, nagyon fontos, hogy ez a bázis is rendelkezzen minden infrastruktúrális lehetőséggel ebben az új sportágban. Most a lovaglás után már ez a sport ág lesz a ötödik tusája az öttusának. Én örülök neki, hogy ez a lehetőség adott, és a fiatalok, akik az idei olimpiára már nem tudtak kijutni, ők már a lovaglást el sem kezdték, van olyan korosztály, hanem már rögtön ezzel kezdenek, hogy ilyen lehetőséget tudunk biztosítani a Székesfehérvári Egyesületnek. Nagyon nagy bázissal rendelkezik a Volán Fehérvár, úgyhogy fontos, hogy a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre álljon a fiatalok számára. Vörös Zsuzsanna elmondta, nagyon örülnek, hogy ez a pálya olyan lehetőségeket fog biztosítani versenyzőiknek, amelyek segítségével fel tudnak készülni a korosztályos versenyeikre. Jelen pillanatban egy edzőkeretet biztosított a szövetség számunkra. Ebben az előző évben pedig úgy tudtuk ezt megoldani, hogy rendszeresen feljártunk Pestre, és az ott felállított lehetőségekkel éltünk, és edzettek rajta a gyerekek. Úgyhogy ez most nagyon nagy segítség, hogy nem kell heti több alkalommal feljárni, és itthon tudunk edzéseket biztosítani számukra. Az akadálypályát a Nemzetközi Szövetség által kiadott ajánlások alapján alakították ki. Elsőként junior Európa-bajnok versenyzőjük, Gyugyi Laura ment végig az OCR pályán, majd a fiatal öttusázók is birtokba vették a terepet. Délutáni edzésükön már a majomlétra, az óriáskerék, a buzogány és a további elemek használatának kihívásaival ismerkedtek.